Engedjék meg, hogy én is nagyon sok szeretettel köszöntsem Önöket ebből a fép alkalomból. Duplán is örülök a mai napnak. Egyrészt egy önkormányzat életében, egy település életében mindig nagy öröm, ha valami újat tudunk átadni, valamit tudunk fejleszteni. Mai nem egyszerű világban minden apró sikernek örülni kell. Ez pedig nem egy apró siker. A másik, ami számomra nagyon örömet okoz, az az, hogy most a legkisebb gyerekeknek kedveskedhetünk. Nagyon sokan tudják rólam, hogy a szívem egyik csücske a sport. Örülök annak, hogy ez az intézmény egy olyan sportolási lehetőséggel gyarapszik, amely megalapozhatja az innen kikerülő gyerekek sport szeretetét. A községünkben de elmúlt években elkezdődött egy új koncepció a labdarúgás terén. A legkisebb gyerekektől a legnagyobbak van számukra már képzés. Úgy gondolom, hogy ez a pálya jó helyet fog biztosítani a legkisebbek számára. Nem csak a foci, a sport, hanem sok minden más, amire alkalmas lesz ez a pálya. Ha a gyerekek rendszeres testmozgáshoz hozzászoknak, megalapozhatja egy életre a sport szeretetüket. Köztudott a mai gyerekekről, hogy nagyon keveset mozognak, a számítógép elől nagyon nehéz elvonszolni őket, és azt is el kell ismerni, hogy gyermekeink jelentős része túlsúllyal küzd. Ennek megakadályozására a sport azt hiszem az egyik legalkalmasabb eszköz. Örültünk a lehetőségnek annak idején, amikor az otthoni pályázat elindult, és a képviselőtestület egyhangú döntésével mi is belevágtunk ebbe a dologba. Ami ugye nem ma történt, hiszen az alapítványnak is össze kellett gyűjteni a vállalkozásoktól a forrásokat, és úgy tudták felépíteni ezeket a pályát. Előtte beszélgettünk a hölgyel, és ha minden igaz, ez a 112. felavatásra kerülő pálya, ami nagyon-nagyon tisztes szám. Ez azt jelenti, hogy ennyi helyszínen van mozgási, sportolási lehetőség a gyerekek számára, ennyi helyen van új lehetőség. Én azt kívánom az óvónéniknek, hogy használják ki ezt a lehetőséget, minél többet vigyék ide a gyerekeket, minél többet használják. Annyit szeretnék elmondani, hogy a sportirányú fejlesztés nem áll le itt az óvodában ezzel, hiszen képviselőtestület döntése szerint az itt látható romos állapotú szolgálati lakásból az elkövetkező időszakban egy teljesen szabványos tornaszoba kerül kialakításra, a megfelelő kisegítő létesítményekkel együtt, és így már a téli-nyári sportolási lehetőség is biztosítva lesz a gyerekek számára. Az a tornaszoba nem csak az óvodások számára lesz nyitott, hanem a kisiskolásoknak is, illetve azoknak a sportolni vágyó csoportoknak, akik rendszeres tesztmozgást igényelnek. Úgy gondolom, hogy részünkről igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy egy egészségesebb, fittebb generáció nőjön fel a településen, akik beleszoknak abba kiskoruktól kezdve, hogy életük szerves részévé válik a testmozgás, a sportolás. Úgy gondolom, az egészséges felnőtt léthez erre mindenképpen szükség van. Úgyhogy nagyon örülök, hogy erre a mai napra sor kerülhetett. Köszönjük az alapítványnak a munkáját, és köszönjük a támogatók munkáját, és kívánom azt még egyszer, hogy mindenki használja egészséggel ezt a pályát.